Leimeter Dóri az első meccsen a Kolumbia ellen megkapta. Ő egyébként a szobatársam, úgyhogy így legalább a szobánkban marad a díj. Nagyon örülök, hogy ilyen jól ment a játék. Azt gondolom, hogy egy kicsit az elején nehézkesen indult be a fogaskerék, de a végére abszolút az ittszereket, illetve az adódó lehetőségeket maximális pontossággal lőttük be. Köszönöm ezúton is a csapatnak a jó passzokat, mert nyilván anélkül nem ért volna az egész semmit. Úgyhogy én boldog vagyok, hogy ezt ilyen jól lehoztuk ezt a mérkőzést, annak is, hogy ennyien voltak, és ugye várjuk a keddi találkozót. Fizikálisan egy-két lány tényleg nagyon erős volt, az ausztráloknál mindenki nagyon erős, és nem is igazán lehet modellezni, inkább a játék sebessége volt ugye ma lassabb. Az ausztrál az nagyon gyors lesz, nagyon brusztos mérkőzés lesz, nagyon, tényleg nagyon fizikálisan nagyon erős lányokról van szó. Ugye ezt megtapasztaltuk a VB előtti edzőtáborban. Nyilván mi azon vagyunk, hogy mindenképp győzelemmel szálljunk-e vízből. Azt gondolom, hogy azt, amit kellett, megtettünk a kondiban, az úszásban, tényleg a mentális felkészüléseken, úgyhogy ezt kedden be szeretnénk bizonyítani, hogy miért mi vagyunk a magyar válogatott, és hogy miért tudunk ennyi embert ide kicsalni. Nyilván erre is be kellett melegíteni, 0-0-ról kezdődött a meccs, szóval ugyanúgy el kellett kezdeni játszani. Kicsit ilyen lassabbnak kezdődött az egész, de örülök, hogy felpörögtünk, és nagyon tudtunk nyerni. Ugye eléggé agresszívan játszott most az argentin csapat is, szóval ez nem baj, hogy kicsit így ilyen testkontaktban maradtunk, mert hogy az ausztrál az még keményebben fog ránk esni, szóval ez jó volt, mert igazából az ittszer meg a helyzet kihasználás ez nagyon fontos volt.